Bataszéken sokat tesznek a helyi értékek védelméért. Nem véletlen, hogy amikor első ízben rendezett Tolna megye, Vára megye címmel értéknapot, a város a kiemeltek között volt a legtöbb értéket összegyűjtő települések rangsorában. Az idei rendezvényen a viseletek kerültek a figyelem középpontjába. Ugye mi egy sok nemzetiségű település vagyunk, azt lehet mondani, hogy tájak és kultúrák találkozása Bataszék. Ennek megfelelően ma is mind a három népcsoportnak a képviseletét elosztuk, hiszen itt vannak a felvidékiek, itt vannak a székelyek, itt vannak a svábok, népviseleti ruhában is érkeztek a fiatalok. A standunkon bemutatjuk mindazokat az értékeket, amelyek Bataszéken megtalálhatók. A Bataszéki Értéktárbizottság aktív részese és tagja a megyei értéktárbizottságnak. Nagyon sok olyan értéket tudtunk a felszínre hozni, ami fontos Bataszéknek, és úgy gondolom fontos a megyének is. Ez mind építészeti értékben, mind szellemi értékben, mind gasztronómiában meg tud jelenni. Ma a gasztronómiában is egy kuriózumot hoztunk, egy Kradunk Knédli elnevezésű sváb ételt. Ez egyébként egy húsos gőzgombóc. Nagyon ízletes, nagyon finom. Valószínűleg ez sem már a régi recept, hiszen a több nemzetiségi településből adódóan lehet, hogy ez már egy kicsit átalakult és változott, de ettől függetlenül Bataszékre jellemző, nagyon finom és érdemes megkóstolni. Incsiklandozó specialitás előtt azonban következzen egy rögtönzött viseleti bemutató. Kezdjük a sort a felvidékiekkel. Ezek a ruhák, amik most rajtunk láthatóak, ezek a régieknek is az ünneplő viseletei voltak. Tehát mi ebben most táncolunk, de valószínűleg ők a tánc alkalmakkor nem ezeket a ruhákat viselték. Ezek ünneplős viseletek voltak, vasárnap a templomban, illetve ünnepi alkalmakkor viselték őket. Magyar bődi viseletet látunk itt a Vikin. A fején lesz egy nagyon érdekes ruhadarab, ez azt hiszem, hogy egyedülálló, egy nagyon egyszerű, de nagyon csinos és szép, hát fityulának mondjuk mi, vagy lehet majd látni egy szép négyzetes alakú, egyedülálló, ilyen más feléjét nem használnak, menyecskék hordták. Ugye a nyakában látható a gyöngycsor, és ez a felső, amit a Viki visel, ez eredeti. Ez egy eredeti darab, amint látszik, selyem anyagból készült. Magyar bődieknél, a lányoknál vagy menyecskéknél nagyon fontos kiegészítő a keszkenő. Egyébként tánc közben is egy fontos eszköz, nagyon földobja a táncot, ezzel szépen tudnak integetni. Illetve, ami még egyedülálló és különleges, az a köténye, ez az áttört hímzéssel. Ugye nem csipke, de ahogy látjátok, lyukak vannak rajta, tehát ez az áttört hímzés, és a másik különlegessége, hogy nem szögletes a kötény, hanem íves végű. A szoknyája is szintén egy selyem szoknya, és ugye hát hordtak többféle lábbelit is a nők régen. A mi lányaink leginkább a csizmát szerették, de magyar bőrön ez egy eléggé jellegzetes viselet volt, tehát a női csizma, ez látható most a Vikin. Rajtam egyébként szintén egy felvidéki viselet látható. Magyar bőr az a keleti részen van, viszont ami rajtam van, az igazsághoz hozzátartozik, az a nyugati részről való Nagycsallóból, Bataszék testvértelepülése, eredeti darab a mellény és a nadrág. 1938-ból, ennek így nagyjából ismerem a történetet, egy bácsinak az esküvői öltönye volt. Amint látható, ugye duplasoros, ez nagyon nagy divat volt abban az időszakban, ugye 30-as, 40-es évekről beszélünk. Igazából azért lehet fölvenni a magyar bődihez, mert a férfi viseletek azok kicsit egységesebbek voltak. Ugye a férfiak azok mozgékonyabbak voltak az asszonyok otthon voltak, a férfiak járták ugye nem csak a szomszéd falvakat, hanem messzebbre is eljutottak, tehát ők hamarabb kivetkőztek, kicsit egységesebb volt a viselet, főleg már ebben az időszakban, a 20. századnak majdnem a közepéről beszélünk. Valamint ugye ez az úgynevezett bricses nadrág, ugye bricses nadrág a neve, de hát ugye a magyar nép így magyarította, a bricses nadrág látható rajtam, és tipikus felvidéki fazonú csizma, ami annyit jelent, hogy aránylag magasan és egyenesen záródik a csizmaszár. A Bataszéken élő németség ruhái az évszázadok alatt egyfajta viseletté nőtte ki magát. Ezt mutatták meg az érdeklődőknek. Ahogy látható, ezek a csipke mintázatok megjelennek akár a felső részen, akár a fejkendőn, illetve szintén a kötényük szélén is ugyanúgy megjelenik. A fiú viselet is, mint ahogy látható rajtam, az is szinte egységes. Tehát lehet úgy mondani, hogy akárhány táncsoportot megnézünk,
ugyanez a szín dominál bármelyik táncsoportnál, ugyanez a fekete-fehér viselet. Nálunk az ing az egy budgyosújú ing lesz, a mellényt hordunk mellé pitykegombokkal, illetve csizmanadrágot, valamint ugyan a csizmanadrághoz ugye, táncos csizmát viselünk, illetve kalapot hordunk a fejünkön. Ez a viselet, amit rajtunk is látható, ez kimondottan egy bátaszéki viseletnek számít. Ugye szerintem nagy különbség nincs a német viseletek között. A bátaszéken élő székelyek egy eladósodban lévő lány viseletével ismertették meg a nagy érdeműt. Liszírozott kasmír szoknya, amit rokajának mondtak akkoriban. Egyébként ez már nem házipari szövet, úgyhogy nem tükröződik annyira vissza az ősi székely színvilág, mint a mellényen, amit egyébként lájbinak hívtak. És az ingen láthatjuk, illetve a pántlikával kötött kendő nélküli hajviseleten az, hogy eladó lányról beszélünk, hiszen az ingén itt a tásztit figyelhetjük meg, és a díszítések pedig a háziszőttes bukonyi székely párna minták motivumait tükrözi vissza. A fiatalabb lánygyermekek azok színes hímzéssel ellátott ingeket hordhattak, akkor az eladó lány az még ilyen piros, és akkor később ez a színek sötétettek. Tehát egy idősebb asszony az már kék vagy zöld, még idősebb fehér hímzésű ingbe járhatott csak. Tehát ez egy ilyen eladó sorba lévő lány. Ez pedig egy férfi viselet. Mellény, itt is visszaköszön a vörös-fekete, a harisnya, ami gyapjú, zsinórozással és egy csizma megkalap az összeállítás. És ahogy az évek hosszú sora alatt kialakult egymás tisztelete a közösség tagjai között, a fiatalok ugyanezzel a gondolatisággal, az értékek közös megélésének tudatával várták az érdeklődőket, büszkén mindarra, melyet az őseiktől átörököltek és tovább vittek.